Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Maxolt ki a katát podcast. Igen, nevet váltottunk, véget ért, elbúcsúztunk sajnos a reggeli kakóscsik a podcasttól. Hát szeretjük nagyon mindannyian a kakóscsikát gyerekkorunkból, főleg a közepét, de el kellett búcsúznunk, eljött az ideje a könnyes búcsúnak. Ezt azért tettük, mert mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Ugye azért tettük ezt, hogy, mert a mai adásnak a címe az nem más, mint hogyan adj ellenállt a nevet egy induló projektednek. És most arról fogunk beszélgetni, hogy amikor kezdesz egy új projektet, amikor azon gondolkozol, hogy mi legyen a nevednek, az új projektnek, akkor hogyan gondolkozz? Van erre egy apró történetem, amit megosztanék veled. Ez nem más, mint hogy pár hónappal ezelőtt tartottam Service Club nevezető közösségemben egy coaching hívást, ahova vendégnek meghívtam Domán Zsoltot, a Do Marketingnek a vezetőjét, marketing szakembert. Meghívtam Zsoltot és megkértem, hogy legyen ő vele egy kérdezfeleleg, meséljen nekünk pár dolgot a vállalkozás építéssel kapcsolatban, és a végén volt egy kérdezfeleleg Zsolttal, és nem felejtem el, hogy az egyik kedves ügyfelem megkérdezte, hogy hát azt mondja, hogy már gondolkozik egy ideje, hogy mi legyen a neve a csoportjának, amit most fog elindítani. Ez a csoport, ez egy Facebook csoport, ami személyedzőknek szólna, azt mondja, hogy már gondolkozik egy ideje, hogy mi legyen a csoportjának. És én kérdezett tőle Zsolt, hogy oké, hogy hívnak téged? És most nem mondom az ő nevét, de hogy annyit mondod, hogy mondjuk telegítem egy nevet, azt mondta, hogy Tóth Gizike. Azt mondja, hát akkor Tóth Gizike Facebook csoportja. Ennyi volt a név, amit adott neki, és így oldta meg. Azt mondja, nem számít az elég az, hogy milyen nevet ad, az számít, hogy elkezdesz az egész dolgot, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos első tanulság, hogy ha a név miatt fél hete, egy hete, két hete, három hete, több hónapja áll a történeted, akkor száll a névre. Teljesen mindegy, hogy milyen nevet adsz neki, az a lényeg, hogy adjál neki valamilyen nevet, és elkezdesz a projektet. És itt kettő út jöhet. Az egyik az az, hogy időközben rájössz, ahogy elkezded csinálni, hogy oké, én szeretem ezt a dolgot. Még ez történt nálam a reggeli kakócsigával kapcsolatosan. Én ezt az egészet, igazából a reggeli kakócsiga, vissza kell mennünk a középiskolaig, a reggeli kakócsiga nevezetű ilyen iskolai rádiós műsort én két jó barátommal csináltam, és ott találtuk ki, hogy legyen reggeli kakócsiga a nevünk, és hát ez egy iskolai, középiskolai rádió volt, tehát gondolhatjátok, de nem egy óriási produkcióról beszélünk, oké? Amikor bejött a korona, akkor nagyon gyorsan reagálva, én a Maxolt ki a katát Facebook csoportomban elkezdtem napi Facebook élőket csinálni, szimplán azzal a szándékkal, hogy feltehessék a kérdéseiket az egyéni vállalkozók irányomba, és én ebben a napi élőben válaszolhassak őket segítő szándékkal, hoztam létre ezt az adást. És gondolkodtam, hogy mi legyen a neve, hát tök mindegy. Oké, ott volt a reggeli kakócsiga, amikor középiskolában rádióztam, legyen reggeli kakócsiga neve. És mindenki elkezdte szeretni ezt a nevet, úristen, reggeli kakócsiga, tökre szerették azok az emberek, akik benn voltak az én csoportomban. Ez egy nagyon szép dolog, és el is jutott egy bizonyos szintig, utána ugye áthoztuk ezt az adást YouTube-ra, itt is reggeli kakócsigaként ment tovább az egész történet. Viszont most elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol ez az egész, fogalmazzunk úgy, hogy 2021-ben, én most már egészen biztos vagyok abban, hogy szeretném folytatni ezt a formátumot, mert egyfelől baromi jól érzem magam benne, másfelől pedig olyan visszajelzéseket kaptunk tőletek, hogy szóval jó az adás, ennek nagyon-nagyon örültünk, oké? De éppen ezért el kellett gondolkodnunk, hogyha 2021-ben ez a projekt, ez egy nagy dolog lesz, akkor biztos, hogy reggeli kakócsiga néven akarjuk-e vinni. Mert hát vállalkozóként szintén egyszerűbb az, hogy a neve Maxolt ki a katát podcast, amely által az ideális ügyfeleimet, az egyéni vállalkozókat, akik ki szeretnék maxolni a katájukat, ingyenes, organikus elérést szerzek. Na és ezért változtattunk nevet, mert ha 2021-ben ez az adás, amit most már Maxolt ki a katát podcastnak nevezünk, ez egy ilyen, tulajdonképpen egy bástyája lesz annak a történetnek, amit mi csinálunk, akkor muszáj volt elgondolkodni azon az üzleti részen, hogy hát most valaki találkozik egy Facebook hirdetésünkkel, tegyük fel ezt a dolgot. Találkozik egy Facebook hirdetéssel, jön vele szembe a reggeli kakócsik üzleti podcast. Fogalma sincs, hogy az mi, lehet, hogy felkelti az érdeklődését, de ehhez már ugye a leírásban kell meggyőznünk őt, tehát nyilvánvalóan, ha egy nagy Facebook hirdetésről, vagy sok Facebook hirdetésről beszélünk, és emellett egy nagy Facebook hirdetés büdzséről beszélünk éves szinten, akkor ez egyáltalán nem kevés pénz a vállalkozásom zsebében, hogyha mondjuk az organikus ügyfélszerzés, amit elérünk azáltal, hogy ővel szemben a hírfolyamba az érkezik, hogy Maxolt ki a katát podcast, ez egy nagyon egyértelmű pozicionálás, ha ez a podcast érkezik vele szembe, akkor nyilván azt tudja mondani, azt tudod te is mondani akár, hogy oké, katás vagyok, ki szeretném maxolni a katámat, és rákattintasz, mert nem reggeli kakócsiga neve ennek a történetnek. Szóval akármennyire is szerettem ezt a reggeli kakócsiga történetet, egyszerűen ez a pont volt az utolsó,
És ez az egyik útod, ez a pont volt az utolsó, ahol leteszteltem, hogy szeretném megcsinálni ezt a történetet, és rájöttem, hogy igazából szeretném, nagyon élvezem, viszont most volt az utolsó pont, ahol még változtathattam nevet. Mert ha elkezdtem volna 2021-ben, 22-ben, 23-ben, 24-ben építeni ezt a márkát tulajdonképpen, ami a reggeli kakaócsiga, akkor nem tudtam volna több év után váltani, az nagyon-nagyon nehéz. Ugye a Boss Life esetében is, ami nekem a régi programjaimnak volt a neve, Boss Life Mastermind, a névváltás, ez kurva sok pénzbe került a névváltás. Volt már egy felépített márka, aminél egy névváltás, az nem egy okos döntés. Én szimplán azért váltottam nevet, mert egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudok már azonosulni a Boss Life névvel, és szeretném a Service Mastermind Service Club Service Akadémia nevet használni, mert úgy érzem, hogy ez az a minőség, amit mi képviselünk az ügyfeleinknél, ez az a szemlélet, amit én átadok az embereknek. Ez racionálisan, logikai szempontból nem volt egy jó döntés. A pénztetszám szempontjából rövid távon nem volt egy jó döntés, hosszú távon majd meglátjuk, hogy ez milyen döntés volt. Az a lényeg, hogy nem volt egy rövid távon jó döntés, de ott most éreztem, hogy muszáj váltanom, ott pedig ennyi történt, de ott is úgymond az utolsó pontnál voltam, ahol még lehetett váltani, mert egy márkaváltás, egy névváltás, az ha már felépítettél egy brandet, ha már felépítettél egy márkát, akkor ez egy nagyon hosszú idő és nagyon költséges. Éppen ezért ugye azt mondtam, hogy két út van. Az egyik az az, hogy fogsz bármilyen nevet, elkezded építeni, és igazából ez a bármilyen név, ahogy épül a márkád, az emberek majd azt a nevet megismerik, és elkezdik szeretni. Én is választottam azt az utat, hogy azt mondom, hogy a reggeli kakaócsiga az minél többen hallgatják, mert az emberek elkezdenek beszélni szájról szájra, ugye szájhagyomány útján megy ez a történet, elmegyek a barátaiknak, figyelj, van a Roli, aki ezt meg ezt csinálja, első basszán kurván nem lesz szimpatikus a csávó, hogy ezt nagyon-nagyon sokan elmondják, de hogy egyébként elkezdett hallgatni, hogy mikről beszél, akkor rájössz, hogy jó a cucc, és ezt is választhattuk volna. De másik részről viszont sokkal inkább azt a történetet választottam én, hogy miért dolgoznék keményen, ha dolgozhatok könnyebben is, és azt mondtam, hogy itt az utolsó ponttal, akkor nevet váltunk, nagyon egyértelmű az ideális ügyfelünk felé kommunikál, és menjünk ezzel a történettel. Jó, tehát ez a két út van. Vagy elkezded csinálni, és tök mindegy mi a neve, és hosszú távon az a név lesz maga a márkanév, amit te felépítesz, vagy pedig elkezded csinálni az elején, tök mindegy, hogy mi a név, de még az elején, amikor még az elején vagy ennek a sztorinak, és még mondjuk nem több tízezren, több százezren hallgatnak téged naponta, néznek téged naponta, addig ezt nagyon könnyen meg tudod változtatni. Ezt tettem én is, így köszönöm szépen, hogy elfogadjátok ezen döntésemet. Neked pedig, ha névváltáson, vagy azon gondolkozol, hogy mi legyen a projektednek a neve, amit most kezdesz, akkor csak annyit tudnék mondani, hogy kezd el csinálni, és fogd meg a nevedet, és írd utána azt, hogy csoport vagy podcast, és ne azzal foglalkozz, meg legyen a tökéletes. Szeretnék téged támogatni mélyebben is, ez pedig azt jelenti, hogy olyan tartalmat hozni neked, ahol mélységében át tudom adni azt a tudást, amelyre itt nincs időm a YouTube keretein belül. Éppen ezért január 3-án, 20 órakor, vasárnap este 20 órakor Maxolt ki a Katát 2021 webinárban találkozunk, ha az adás leírásában a linkre kattintasz, amely által tudsz regisztrálni a webinárra, ahol három történetet fogok hozni, amely révén 2021-ben, hát remélem, hogy ki tudod maxolni a Katát, ez egy két szereplős történet, tehát én hozom a történeteket meg az infót, meglátjuk, hogy utána beépíted az életedbe. Nyilvánvalóan mi azért teszünk itt minden lépést a csapattal, hogy minél többen ne csak információt halljatok, hanem valóban cselekvés történjen, és ezáltal pedig transformáció, az változás az életekben a következő szintre érjetek. Ezzel együtt, hogy minél több ember tudjon 2021-ben a vállalkozásával a következő szintre érni, köszönöm szépen, hogy nyomsz egy thumbs up-ot a videóra, ha írsz egy kommentet esetlegesen, vagy ha feliratkozol a YouTube csatornámra, hogy minél több emberhez érhessen el az az érték, amit szándékozunk 2021-ben is természetesen átadni a csapattal. Köszönöm szépen neked, találkozunk a következő Maxolt ki a Katát podcastban.